Mit tesznek a rákos sejtek? Megtámadják, majd megölik a testet. És amikor test nélkül maradnak, ők is elpusztulnak. Ha nem maradunk meg az igazságban, Krisztus beszédében, a saját fejünk szerint kezdünk működni, és a Krisztus teste, avagy Isten gyermekei ellen fordulunk. Azonban Krisztus nem hagyja elveszni a testét. Ahogy mondta, velük marad az idő végezetéig. Ezért a rákos sejtek kivágottatnak a testből, és kivettetnek a külső sötétségre, a lázadó emberi elme démonjai közé, ahol sírás és fogcsikorgatás lesz a sorsrészük. Az apostolok idejében nem a test halt meg, hanem a két rákos sejt lett kivágva a testből, Anániás és Szafira. Aki lázad az ő testvére ellen, saját maga ellen vétkezik. Rákos sejtként kivágattatik a testből. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Ne egymás bűneit valljátok meg, hanem a saját bűneiteket egymásnak. Hű az, aki megszabadít bűneink terhétől, ha megtagadva büszkeségünket, megalázzuk magunkat előtte. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.